Jó estét kívánok, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket az Egészség Akadémia 2.0 program sorozat ma esti előadásán. Tisztelettel kérem Bódis professzor urat, a program megálmodóját, hogy nyissa meg a ma esti programunkat. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Más álmaim is voltak, de ez legalább megvalósult, úgyhogy nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Hölgyeket, urakat, kolléganőket, kollégákat, és az érdeklődőket. Az előbb volt egy TV interjú, ahol az Egészség Akadémia születését, történetét kérdezték, és hát elmondtam, amit a jelenlevők egyébként tudnak. Aztán volt egy időszak, amikor nem gyűltünk össze, itt minden hónapban, aztán lett egy igény, támadt egy új igény, hogy ismételte legyen. A kettő között az az igazi különbség, hogy az első, hogy egy 1.0-ás verzióban előadókat kerestünk, és azt mondtuk, hogy tartsanak tudományos ismeretterjesztő előadásokat. Most ebben a 2.0-ás verzióban témákat találunk, határozunk meg, és ahhoz keresünk jó előadót. Hát, ma is sikerült ilyet. Én mindig a diáról szoktam puskázni, hogy mi a címe az előadásnak, mert egyébként, amit a meghívóba kiküldtünk, az változott. Egy dolog nem változott, hogy a stroke-ról lesz szó, és az se változott, hogy Szapáry professzor úr fog előadni, aki egy kiváló szakember, nem csak a stroke vonatkozásában, hanem a stroke ellátás megszervezésében ő és a háttérintézete és a csapata olyat tett, ami Magyarországon biztosan kuriózum, de szerintem nemzetközi mércével is nagyon jó helyen állnak, talán első helyen. Ezzel szerettem volna a mai előadást felvezetni, és professzorat megkérni, hogy tartsa meg az előadását. Szépen köszönöm professzor úr kedves szavait. Mi egymást nagyon régóta ismerjük, 4 gyerekem közül 3 világrózásában segítkezett, úgyhogy ezúttal is köszönöm. És hát köszönöm a megtisztelő szavakat, és hát valóban próbálok erről a témáról úgy beszélni, hogy közérthető legyen, és egy jó téma valóban, mert most nagyon úgymond a virágzását éli, és tulajdonképpen sokaknak mondtam, hogy a csillagok jó együttállása is segített abban, hogy nyilván ezt úgy jól össze lehetett menedzselni, ezt a történetet, és eljutottunk oda, ahol vagyunk. Tehát tulajdonképpen ez a cím, úgyhogy nyilván most az előadás nagyobbik részében, mert ez az érdekesebb rész, én maga az akut ellátást szeretném ismertetni, tehát azzal az üzenettel, hogy ma azért egy agyérkatasztrófát sokkal-sokkal látványosabban lehet kezelni, mint mondjuk akár 10 évvel ezelőtt, tehát a betegek sokkal-sokkal jobb kimenetelre számíthatnak, de hát nyilván ismerni kell, hogy minden adott, azaz, ha nem használjuk a diagnosztikát és a terápiát megfelelően, akkor azért nem biztos, hogy sikertörténet lesz, és hát nyilván azért azt is el kell mondani, hogy ennek ellenére senki ne kapjon sztrókot, tehát a megelőzés az onnantól kezdve is kulcsfontosságú, hogy egy betegnek hosszú távon mi lesz a sorsa. Pár diában egy picit a betegségre úgy általános van, hogy azért jó látni, hogy ez egy ilyen világot bemutató ábra, nemrégi 2012-es friss adatok, tehát a nagyon piros területeken drámai a magas a stroke előfordulása, nyilván ezek a két területek a legjobbak, tehát látható, hogy gyakorlatilag a kontinensek között micsoda, akár 2-3-szoros különbségek vannak, kis hazánk ugye valahol itt egy ilyen középmezőnyben tartozik, és itt tulajdonképpen a következő ábrákon lehet látni, hogy itt a 2000-es évek elején, az első 10 évben látható, hogy ilyen 46, amikor kiálltak az előadók, mindig ezzel kezdték a mondókájukat, hogy Magyarországon olyan 40-45 ezer akut stroke van, de azért látszik, hogy akkor is kezdett úgy csökkenni a tendencia. Nagyjából egyforma volt a nők és a férfiak előfordulása, ugye kicsit fiatalabb korban a férfiak voltak, utána idősebb korban meg a nők utolérték, úgyhogy nagyjából kiegyenlítődött ez az átlag. Ami talán most a realitás, és azért ezek ugye a magyarországi stroke centrumokból becsordogáló adatok alapján azért azt lehet mondani, hogy most így az elmúlt mondjuk 7-8 évben nagyjából egy ilyen 30 000 körül stabilizálódik az összes stroke szám. Látható, hogy az agyvérzések azok egy ilyen nagy
nagyjából azonos, ilyen 6000 körül vannak, és akkor gyakorlatilag, ami minket most érdekelni fog a mai téma, az érezárásos strokok száma, ez a 25-26-27 ezer között változik évente, tehát látványosan kevesebb lett, tehát nyilván itt az elmúlt 20 évben azért a, nevezzük az elsődleges megelőzés működik, tehát nyilvánvalóan azért ez sokabban hozzájárult ahhoz, hogy azért kevesebben kapnak sztrókot. Ettől függetlenül azért ez egy nagyon nem jó betegség, tehát az első dolog, hogy a sztrókban nagyon könnyű meghalni. Van a sztróknak egy ilyen korai halálozása, meg egy késői. A korai az azt jelenti, hogy az első hónapban itt a halálozási adatok nagyon komoly értékre fölmehetnek, 15-20, tehát attól függ, hogy milyen centrumban fekszik a beteg. Korán általában azért hal meg a beteg, nem magában sokszor a sztrókjában, hanem olyan szövődménnyel lép föl, akár egy tüdőgyulladás vagy egy mélyvénás trombózis. És hát látható, hogy sajnos ebbe azért magyarországi szinten nemzetközileg mindenki van javulás, de azért a halálozási adatokban még olyan drámai csökkenés nem következett be. És hát továbbra is világviszonylatban látható, hogy a stroke nagyjából a daganatos és a szívinfarktusos halálozást követően a harmadik leggyakoribb halálokot okozza. És ha itt az európai országokat nézzük, akkor hát itt látható, hogy merre járunk itt alapvetően. Tehát nagyon-nagyon a, például az Európai Uniós országok végén kullogunk, tehát nem jó a halálozás. Tehát az, hogy egy országban egy-két centrumban jó az ellátás, az nem azt jelenti, hogy forradalmasítja az egész országnak a stroke ellátását és az adatait. Másik probléma az, hogy nyilván meghalhatunk a betegségben, másrészt mindenki jó tudja, hogy a stroke klasszikusan a leggyakrabban rokkantságot okozó betegség, tehát a mozgásszervinél is többet tud okozni, tehát ugye mindig ez volt az előadások egyik fő üzenet, hogy ugye a stroke-ot túléljük, szinte biztos, hogy lesz maradványtünet, rokkantak lesznek az emberek, hogy mennyire lesz rokkant, ezt ilyen különböző skálákkal lehet mérni, tehát lehet, hogy itt a rokkantság az a jó esetben semmi tünet, hazamegy a beteg és nem maradt a sztrókból semmi, végső esetben pedig meghal, és hát a között pedig, hogy funkcionál, milyen segédeszköz használ, ágyot kötötte vagy sem. Tehát nagy különbség van, és látható, hogy most azért, hogyha valakit egy ilyen úgynevezett komprehenzív, tehát egy olyan nevezük egyetemi központban kezelnek, ahol azért elvileg minden adott, tehát csúcsellátású diagnosztika, terápia adott, nagyjából ez a 60%-ot is meghaladó jó kimenetel van, ez azért nagyon jó, mert korábban senki nem gondolta, hogy ezekből az agyi érkatasztrófákból ilyen jó kimenetel lehet. Átlagos helyen azért ez még mindig azért, hogy csak olyan 40-45% között van, tehát nagyon nagy különbségek vannak. Másrészt, amikről sokan nem beszélnek, mindenki jó tud, hogy a stroke után ugye fél alalunk béna, nem tudunk jól beszélni ezeket a klasszikus tüneteket, de hát a betegek többségének alapvetően megnyomorodik az élete, mert számtalan ilyen SSMI fog meg jó tünet jön, hogy fáradékonyak, meg memóriazavar, depresszió, és hát ezek is milliónyi problémát jelentenek, ami plusz kezelést fog jelentkezni. Tehát általában az életminőség az látványosan szokott romlani. És hát a stroke egy összefoglaló kategória, ugye agyér betegségek, de hát az agyérekben ugye sokféle dolog történhet. A klasszikus probléma, és ez általában a kaukázisi rassza jellemző, nekünk inkább elzáródni szeretnek az ereink. Például Ázsiában a vérzéses stroke is egy nagyon látványos, gyakori dolog. Nálunk csak mondjuk a 10-15%-a. Tehát nálunk azért a magyarországi stroke kórképek többségét ezek az érezáródásos kórképek látják. Ez egyszerűsítve a szívinfarktusnak az analógiát jelenti, tehát ugyanaz a probléma, elzáródás és egy szövet pusztulás, elhalálozás következik, de mindig ugye szoktuk mondani, hogy nem ugyanolyan célszervet kezelünk, mint a kardiológusok, mert nincsenek itt kardiológusok, ugye mindig összeszoktuk venni, hogy a szív az egy ilyen félkuló marhahúsa, az agy meg azért egy ilyen kocsonyás massza, és teljesen másképp reagál a vérellátási zavarra. Tehát nekünk egyrészt sokkal limitáltabbak a kezelési időnk, másrészt sokkal gyakoribb szövődmények. Ha rosszul döntünk, rosszul kezelünk, akkor nem csak segíthetünk, hanem abban a már károsodás szemére tart szövetben például bevérzéseket provokálhatunk. Tehát összességében ez nem egy jó betegség, és nyilvánvalóan a sztrókok másik típusát pedig az okozza, amikor az erek, nevezük úgy, megrepednek, és hát tulajdonképpen vér folyik ki a koponyán belül, ez, hogy éppen hol jelenik meg a vér, nagyon sokféle úgynevezett vérzéses stroke van. Ezen az ábrán nagyjából ábrázolóan az, hogy ezen érezáródásoknál körülbelül hol a probléma, mert ha kezeljük az akut érezáródásokat, az egy remek dolog, hiszen a beteget ott ideglenesen rendbe tettük az érrendszerét, de ha nem fejtjük meg azt, hogy alapvetően hol volt a probléma, akkor az a beteg, és nem fog megfelelő megelőző kezelést kapni a beteg, akkor nagyon gyorsan újra a vendég szeretetünket fogja érezni. Nagyon egyszerűsítve, hogy egy klasszikus probléma az ér dolog, tehát különösen a nyaki érrendszer.
nek az érelmeszesedése, az ateroszklerózisa, néha nagyon sok gyógyszűkületet okozva, és az itt levő főrakódásokból ugye sokan azt hiszik, hogy a nagy szűkület miatt többnyire nem áramlik elég vér az agyfele, többnyire ezek a messzes felrakódások ilyen megrepedéssel, tehát ilyen embolizációs mechanizmussal okozzák a fönti ereknek az elzáródását. Ez az érelmeszesedés ritkábban magát a koponyán belüli ereket is érintheti. Másik egy klasszikus probléma, tulajdonképpen a szív. A szív az agynak egy nagy ellensége, ugye számtalan szívbetegség van, és ezek általában nagyon komolyan veszélyeztetik az agy vérkeringését is. Hát egyrészt a szívünkben a ritmuszavarok következtében ugye egyik legismertebb a pitfarfibrilláció, gyakorlatilag olyan áramlási zavarok keletkeznek, hogy vérrögök keletkeznek a szívben, és hát sajnos a vérrög fölmenve az agyi erekbe, jellemzően a mérete következtében nagyon szeret az agyi erekben elakadni. Tehát egy ilyen fő üzenet, hogy ha valakinek egy ilyen szívritmuszavara van, akkor az egyik fő kockázat, egyik legveszélyesebb szövődmény, hogy sztrókot kaphat, és még nagyon-nagyon sok szívbetegség van, amilyet okozhat. És hát a legjobb típusú stroke, ha már választani kell, amikor az agyunkban az ilyen kis vékony ereknek az elzáródása következik be, ezek általában nem okoznak olyan nagy károsodást, de hogyha nincsen szerencsénk, akkor szintén elég komoly baj lehet. Ugye mondtam, hogy a stroke egyik klasszikus háttere az érprobléma, a klasszikus érelmeszesedés, az ateroszklerózis, és hát ezen a folyamaton látjuk, hogy az, hogy mikor lesz stroke-unk, 40-50 éves korban vagy 90 éves korunkban, az egy folyamat része. Sajnos ez az érelmeszesedés, ez elég korán elindul. Ugye tudjuk azt, hogy fiatal boncolt embereknek az érrendszerében már a második, harmadik évtizedben ilyen kis zsírcsikok jelennek meg. Tehát ez egy elinduló folyamat, és hát onnantól kezdve, hogy élünk, dohányzunk, elhízunk, magas a koleszterinünk, vagy nem kezeljük a vérnyomásunkat, ez a folyamat szépen megy előre, és látod, hogy ilyen különböző stádiumokban tulajdonképpen ez a plakkosodásnak a folyamata megy előre. Eddig különösebben nem egy veszélyes folyamat, egy stabil történet, de amikor eljut itt többnyire itt a negyedik, ötödik, sajnos már negyedik, ötödik évtizedben egy ilyen instabil felrakódás keletkezik ezek az érrendszeren, aminek a felszínén pillanatokon belül ilyen kis berepedések keletkeznek, és egyszerűen ott megbolondol a vérkeringés, vérlemezkék aktiválódnak, trombusok vagy ott helyben okoznak elzáródást, vagy többnyire ugye egy embóliát okozhatnak. Tehát ez egy nagyon nem jó folyamat. Magát a folyamatot viszont remekül lehet manapság követni, nagyon egyszerű, teljesen kellemetlen vizsgálatokkal, ami non-invazív, perceken belül láthatjuk az érrendszer állapotát. Tehát látható, hogy valakinek csak egy ilyen kis kezdődő érfali megvastagodásos érelmeszesedése van, vagy ilyen plakja van, ami még nem olyan veszélyes, egy ilyen jó, stabil valami, vagy hát egy ilyen rondább, egyenetlen valami, amire azt mondjuk, hogy ez azért már veszélyes történet. Nem kérdés, egy ilyen betegnek gyógyszereket kell kezelni, ezt stabilizálni kell, és nem szabad megengedni, hogy ez menjen előre. Ugye az agyunknak elég bonyolult a vérellátása, vannak főerek, és ezen kívül szerencsére egy nagyon bonyolult érhálózat, ami egyik nagyon fontos dolog, hogy minden összefüggésben egymással, tehát egymást tudják segíteni az erek. Ugye a fő érrelátási területek előső részét, ezt a nagy részét, ez a karotisz rendszer, itt a fő nyaki verőerünk biztosítja, és hátul a csigolyáinkban is két ér viszi a vért az agyfele, tehát nagyon leegyszerűsítve a nagy agynak az agyfélekék többségét, és ugye ez a sztrókok 80-85%-a itt ezen a területen zajlik, ez a fő nyaki verőér biztosítja, ez a karotisz terület, és hátul a csigolyákban ez a hátsó ér itt, a hátsó agyi pólusoknak, a tarkólebenynek, kisagynak, az agytörzsnek, tehát alapvetően kritikus agyi területeknek a vérállását szokta biztosítani, és ezeket most nem akarok én itt anatómiába belemenni, tehát látható, hogy ezen belül is akkor ilyen fontosabb agyérek vannak, amelyek az agyféltekénk ellátását biztosítják. Ezt kiemelném, ezt az eret, nem csak azért, mert a feleségem szemész, de olyan szempontból is, hogy azt ne felejtsük el, hogy a szemünk az ugyanúgy abból az érrendszerből táplálkozik, mint az agyunk. Tehát nagyon sokszor ezek a vérrögök elsődlegesen nem is az agyba sodródnak, hanem a szembe. És sajnos ez Pécsen egy alapvető problémánk, hogy például, ahogy a sztrókellátás ugye évtizedekig egy kicsit olyan döcögősen ment előre, a szemi vérkeringési zavarok. Tehát valakinek ugyanúgy figyelmeztető vérkeringési zavarok jelentkeznek, elmegy a látása egy pár percre, vagy éppen megvakul, az egy szemsztrók tulajdonképpen, és abban meg lehet vakulni. És hát sajnos ezek mai napig, ezek a betegek nagyon sokszor ügyeletekre mennek a szakrendelőkbe, órák múlva jelennek a klinikán, a sürgősségén, és nem tudunk semmit csinálni, most fekszik éppen egy 50 éves férfi nálunk megvakult, mikor lesz jogosítványa, el fogja veszteni a munkáját egy időre. Tehát ezek óriási nagy problémák, és hát itt is az edukáció fontos lenne, hogy a betegek tudják, hogy ilyenkor ugyanúgy a sürgősségre kéne bejönni, és gyakorlatilag azért, ha időben bejönnek, talán lenne lehetőség. Az egyik legfontosabb ér,
ami tulajdonképpen a mostani akut sztrókellátás szempontjából egy kulcskérdés, ez a cerebri média, az agy egyik fő vérellátója ebből a területből látható, hogy ez a piros terület az agyfélteke oldalsó részének egy nagy-nagy területét látja, a kétharmadát tulajdonképpen a nagy agynak, és hát ez az ég szereti leginkább a vérrögöket elkapni, különböző szakaszai zárulnak el. A legrosszabb eset, amikor itt az érnek a főtengeiben van az elzáródás, hiszen akkor, ha itt blokkolódik a vérkeringés, akkor ezek a kis vékony kerek se kapnak vért, meg ezek se, tehát egy jó nagy infarktus alakul ki. Ha itt nem állítjuk helyre a vérkeringést, akkor általában nagy baj szokott bekövetkezni. És hát ez a hátsó terület, ez a vertebrobázis terület, látod, hogy ez is komplikált erekből áll. Itt is különböző méretű, nagyságú sztrókok alakulhatnak ki. Nagyon sokszor relatíve ennyi sztrókot okozva, de itt kulcsfontossága agyi struktúrák vannak, az agytörzsünk, ami tulajdonképpen alapvető életfunkciókat vezényel, például az, hogy én most itt ébren vagyok, az ébrenlétünkén felelős. Itt kritikus esetben egy ilyen főbérnek az elzáródása azt jelenti, hogy a beteg azonnal kómába esik, és ha nincs helyreállítva a vérkeringés, akkor ez a beteg meg fog halni, szinte biztos, tehát ez egy nagyon kritikus sztrók történet. És amit mondtam, ez a valamilyen szinten a szerencse, hogy ez az érterület, ez az előső és a hátsó, és a jobb oldal és a bal oldal egymással egy összeköttető rendszerben van. Tehát amikor elzáródik egy ér, tulajdonképpen ezek a kapcsolatok és hát tulajdonképpen ilyen plusz megnyíló úgynevezett segítőerek biztosítják azt, hogy tulajdonképpen kevésbé gyorsan megy előre a károsodás. Vérzéses sztrókról gyorsan annyit, hogy ugye az erek megrepedése a probléma, és ugye klasszikusan, amikor a klasszikusnak nevezett agyvérzés, az általában itt az agy mélyebb részén ezeknek a kis már emlegetett vékony ereknek a megrepedése következtében jön létre, többnyire itt helyezkedik el, természetesen nem csak itt, hanem máshol az agyi érrendszerünkben levő patológiás, sokszor veleszületett ér elváltozások, vérzéseket okozhatnak fiatal korban is, és nagyon sokszor a vér nem az agyállományban helyezkedik el, ha nem látható, hogy például az agyburkok között is ezek a spontán agyvérzések. Hát ezeknek a kezelésében nyilván az ezett vértágulatos agyburki vérzések kezelésében nagyon látványos lehetőségek vannak, ha időben kezelünk, és szerencsés a beteg, és nem egy hatalmas roncsoló vérzéssel kezdi a pályafutását, és itt van idő gyakorlatilag ezt az értágulatot ellátni. Hát sajnos az agyállományi vérzések kezelésében olyan sikertörténetek nincsenek, mint az érrelzáródásokban. Itt egy kicsit lassan döcög előre a dolog, itt, hogy sebészi és gyógyszeres kezelés, hát többnyire gyógyszerrel kell kezelni őket, a sebészi kezelések egyelőre keresik még az utakat, remélhetőleg azért pár év múlva sokkal látványosabb megoldások lesznek ott is. Ezek tehát a lehetőségek, így néznek ki az agyvérzések, ez a klasszikus agyállományt elöntő vérzés, és ez az agyburki vérzés, amelyet többnyire, manapság már 90%-ban, mint katéteres ellátással a megrepet érnek a tulajdonképpen kiiktatásával, ennek a kis értágulatnak a kiiktatásával lehet rendezni. Ugye beszéltünk arról, hogy a sztrókot általában azért kapunk, mert rizikófaktoraink vannak, tehát nyilván milliónyi rizikófaktor van. Van olyan, amiről úgymond nem tehetünk, tehát nyilván milyen a genetikánk, milyen a nemünk, ugye a férfiak itt általában egy kis mínusszal indulnak, hát meg az életkor, nyilván ez klasszikus, hogy sajnos, ahogy öregszünk, nyilván a rizikónk az nőni fog. De hát milliónyi olyan, az életvitelünkben óriási jelentősége van, hogy mi történik itt, például a mai fiatal generációban a kábítószerfogyasztás nagyon veszélyes dolog, például agyvérzéseket okozhat, az elhízás, a dohányzás. És hát ez, amiről emlékeztem, hogy milliónyi, ugyanezt a kardiogus, ugyanezeket a rizikófaktorokat emlegetni, ezeket föl lehet ismerni, meg lehet fejteni, tudjuk, hogy mi van, mennyire problémásak, és mindegy, hogy valaki 30-40-50 éves, ezeket tökéletesen kell kezelni. Tehát csak akkor fog ez a folyamat stagnálni, és nem előre menni, hogyha gyakorlatilag ezek jól vannak kezelve. Még Csiba professzornak az ábrája, hogy nem kéne olyan nagy dolgokat csinálni, hogy tulajdonképpen jelentősen csökkentsük a magyarországi sztrókok számát. Tehát látod, hogy megmozgatnánk az embereket, kezelnénk jobban a ritmuszavarokat, vagy abba adnánk a dohányzását, látványosan lehetne csökkenteni a magyarországi sztrókok számát. Úgyhogy gyakorlatilag ez lenne az úgynevezett elsődleges megelőzés, sokszor ezt a legnehezebb megcsinálni. A tüneteket azért fontos ismerni, én is egy ilyen TV interjúban erről beszéltem, hogy ugye a mai előadás egyik fő üzenete az lesz, hogy nagyon jól tudunk kezelni, ha a beteg időben ott van. Tehát az, hogy a beteg mikor kerül be a kórházba, ebben nyilván szerepe van a mentőszolgálatnak, vagy a sebességben, és általában ebben nincsen probléma, tehát hogy egy mentő egy adekvát információt kap, akkor ő többnyire megfelelően fogja lereagálni ezt, de tulajdonképpen az észlelést a beteg fogja észlelni, vagy a hozzátartozó fogja észlelni. Tehát a beteg nem veszi észre ezeket a tüneteket, és nem reagál megfelelően, akkor baj van. Ugye, ha valakinek hirtelen egy féloldali arccsempesség alakul ki, meggyengül a fél oldala, ez lehet
többnyire egyszerre a kéz és a láb, de valamikor különbség van, tehát sokkal látványosabb a kézgyengeség, mint a lábgyengeség, tehát vannak különbségek, vagy hirtelen nem tud beszélni, és ezeket a beszédzavarokat is, tehát sokszor valakiről azt hiszük, hogy hirtelen zavartnak tekintjük, mert össze-vissza beszél, ott arról van szó, hogy egyszerűen nem tudja még saját beszédét sem rendesen koordinálni, vagy nem érti a mások beszéd. Tehát ez a három tünetöző bármelyik akutan alakul ki, már 70%-os az esély, hogy itt biztos, hogy egy agyérkatasztrófáról van szó. Ha meg kettő vagy három ott van, szinte 90%-ban. Ennek a hátsó érterületi stroke-nak, ugye ez a vertebrobalizés tünet, egy kicsit olyan színesebb a tünettana, ugye szerintem a laikus szinten is a legismertebb ez a szédülés, tehát hirtelen elkezdünk szédülni, de nehogy az legyen a fűzenet, hogyha valaki idős és sok rizikófaktora van, és hirtelen elkezd szédülni, annak garantáltan sztrókja van. Hangsúlyoznám, hogyha az izoláltan csak szédül valaki, és semmi más tünete nincs, tehát ilyenek, amik ide föl vannak sorolva, nincsen, azok nagyon sokszor ártalmatlan, például fülészeti, az egyensúlyozó központnak ilyen relatíve ártalmatlan betegségei okozzák. Tehát többnyire ugye itt az agy különböző területei ott hátul nem kapnak vért, tehát ha valaki szédül, annak a betegnek társuló tünetei vannak, például szemmozgászavar miatt kettőssel lát, nagyon erős hányingerhez képest, például nem tud nyelni, nem működnek jól a nyelési reflexiei. A legrosszabb esetek, amikor egy tudatzavar alakulhat ki, például kómába esik, ugyanúgy végtaggyengeség, vagy egyoldali, vagy kétoldali alakulhat ki, vagy egy nagyon látványos végtag, ilyen koordinációs problémák jöhetnek létre. Tehát ezen tünetek kombinációja szintén sztrókot jelenthet. Van egy olyan agyi betegség kategória, ami tulajdonképpen nagyon fontos lenne, hogy ezt ismerjük, mert akinek ezzel indul az agyér betegsége, az valamilyen szinten mázlista, hiszen ez egy figyelmeztető jelenség. Tehát ha van egy múló keringészavarunk, akkor kaptunk egy figyelmeztetést az élettől arra, hogy instabil a rendszer, és itt nagyon gyorsan meg kéne fejteni, hogy mi az instabilitás oka, és akkor megfelelő gyógyszer szedésével remeteg magát a sztrókot meg lehet előzni. Régen ugye úgy tanítottuk az egyetemen még, hogy a TIA, a múló agyi keringészavarnál 24 órán belül szűnnek meg a tünetek, és ez mai napig is így van, valóban 24 órán belül megszűnhetnek, de mint látható azért, ha valakinél egy órán túl fönnáll még egy féloldali gyengeség, úgy ahogy múlnak az órák, egyre kisebb az esélye, ahogy múló lesz. Tehát ha valaki mondja 23 órája féloldalon végtag gyenge betegnek azt mondja, hogy még ő neki lehet múló keringészavara, az egy nagyon optimista gondolkodásra utal, annak kb. 1%-os esélye van. Tehát jellemzően többnyire ezek ilyen 1-2 órás jelenségek, figyelmeztető tünetek, láthatók a betegek kötő, de a következő napokban sztrókot fog kapni. Tehát ezen betegeknek nagyon gyorsan egy kórházba kell landolni, nekünk ott a sürgősségén meg kell fejtenünk, hogy kik a leginkább rizikósabbak, ezeket azonnal fölvesszük, megfigyeljük őket, tehát az ilyen beteget tulajdonképpen nem igazán kellemes az első kétnapos éjszakája a kórházban, mert a nővér is két óránként föl fogja ébreszteni, hiszen látnia kell azt, hogy történik-e valami éjszak. Az nagyon kellemetlen, hogy este 8-kor becsukták az ajtót, és másnap reggel ott féloldali bénassággal találják a beteget, nem vették észre, hogy éjszaka sztrókot kapott. Tehát ezeket gyorsan reagálni kell. A sürgősségi kezelésre menjünk át, ugye mondtam azt, hogy gyakorlatilag az akut ellátás kulcsfontosságú, tehát nyilván egy számtalan sürgősségi kórkép van, hát lehet mondani, hogy a stroke az egyik legsürgősségibb kórkép, mert itt valóban az egyik alapvető dolog, hogy az idő az kulcsfaktor, ez a time is brain, tehát minél több perc telik el, annál nagyobb pusztulás van, és hát lényegében hatékonyan csak akkor fogunk kezelni, hogyha meg tudunk nyitni egy eret, és erre is kell törekedni. Tehát nagyon sokszor ment az elhízadás, hogy nyissuk, ne nyissunk, kezeljük, mert a kezelés veszélyes lehet. Minél nevezzük, hogy passzívabbak vagyunk, többnyire annál inkább veszteni fog a beteg a dologból. A mai jó indikációkkal a kezeléseknek a szövődmény kockázatos rizikója általában, ez kicsit bonyolultan fogalmaztam meg, de általában alacsony. Úgyhogy lényegében, amit mondtam, az első a reakció, tehát amint a beteg hozzátartozó, vagy bárki észrevesz egy ilyen tünetet valakin, nem elkezdott társalogni a szomszéddal, vagy házi orvost hívogatva, vegye meg azonnal a mentő. És mint hangsúlyoztam, a mentő beszélgetés során, ha az korrekt a referálás, tehát a mentős, recepciós, vagy a diszpécser egyértelműen ezeket az információkat megkapja, hogy itt egy akut stroke gyanúja fönnáll, az arcaszimetria, a gyengeség, stb. Alapján a mentős intézkedni fog, tehát azonnali jelleggel küldeni fogja a mentőautót. És hát lényegében, mint mondtam, a felismerő és azonnal hívás, ezzel különben állandóan kampányok folynak, tehát nekünk is van a társaságnak ilyen weboldala, laikus weboldal, mindig hangsúlyozva ezeket a tüneteket, a betegeket arra kérjük, sokszor hazamenő betegek kapnak ilyen kis certit, hogy bizony nézegessék ezeket a weboldalakat, hogy otthon legyenek, és például a hibák, hogy ne várjunk arra, hogy majd elmúlik, meg ígyunk egy pohár vizet, ne beszéljük le magunkat a szállítás. Amikor a covidos időszak volt, ugye az volt a fő idő, hogy mindenki maradjon otthon, hát ott akkor pont ez volt az üzenet a sztróktaságnak, hogy azért sztrókkal covid ide, covid oda, akkor sem maradjon otthon, mert nagy baj lesz belőle. És lényegében,
hogy az akut kezelés, ez az érelmenyitó kezelés, hogy tulajdonképpen mit csinálunk, mint látható, gyakorlatilag 96-ig, tehát az a szomorú, hogy tulajdonképpen a középkortól kezdve egészen a gyakorlatilag közel a 2000-es évekig nagy változások nem voltak ott. Mindenféle próbálkozások voltak, ilyen, nevezük úgy ilyen agyserkentő, meg agyvédőszerekkel, ezeket a neuroprotektív szereknek tekintették, állatkísérletekben voltak valami kis hatások, emberben igazániból mindegyik megbukott. Tehát tulajdonképpen 96-ban jött ki az első, ez egy gyógyszeres vérugódó kezelés, amit azóta is használunk, tehát ez egy gyógyszeres érmegnyitás, és utána tulajdonképpen szintén egy pár évtized múlva, és késéssel 15-ben találtak ki olyan katétereket, amelyeket az agyérekben is sikeresen lehetett használni. Mi történik ki ebben a folyamatban? Mint látható, amikor elzáródik egy ér, ugye, ez a terület nem kap vért. A területnek különböző zónái vannak, ez a központi rész az annyira kritikusan rossz vérellátás, hogy borzasztó gyorsan megy elő a károsodás. Tehát általában még a legsikeresebb vérmegnyitó kezelések, érmegnyitó kezeléseknél is azért valamilyen szintű károsodás lesz. De nem mindegy, hogy ez a széli, ez a fél szürke zónás területen is hozzá fog-e csatlakozni a károsodáshoz, tehát magyarul valakinek egy kis 1 centis vagy egy 5 centis agyinfarktusa van, és hát látható, hogy ezek a veszteségek, ha nincs érmegnyitás, percenként olyan 2 millió idegsejtünk bánja, iszonyú gyorsan megy a folyamat, és hát régen ez volt a koncepció, hogy hát igen, ahogy ketyeg az óra, fél óra, 2 óra, 12 óra, a fekete terület az elpusztuló terület, tehát magyarul itt még ez a kék terület megmenthető, itt már nem. Úgyhogy ez a nagy átlag valóban a betegek 12 órás több szinten nem kezelhetők, de nagyon nagy különbség van betegek között. Tehát lényegében, hogy meddig lehet valakit kezelni, ugye az interjúban is ezt kérdezték tőlem, erre egyre nehezebb manapság válaszolni, mert óriási különbségek vannak. Régen ilyen kicsit mindenkire ráhúztuk azt, hogy pár órán belül, ma már tudjuk, hogy ez messze nem igaz. Szerencsére, amikor elzáródik egy erünk, mint látható, az elzáródásnál megnyílnak olyan kisegítő erek, amelyek biztosítani tudják, hogy ezen elzáródott terület jelentős része még azért elfogadható vérkeringést kap, és nem pusztul el azonnal. Tehát látható, hogy ebben manapság óriási egyéni különbségek vannak, és manapság már nem ilyen időfaktorok a döntőek, hogy most az órámat nézem, hogy 4 óra, 5 óra telt el, hanem alapvetően olyan képalkotó vizsgálataink vannak, amivel meg tudjuk azt mondani, hogy valakinek akár egy 20 órás érelzáródásnál mennyi még a megmenthető terület, érdemese bármit csinálni. Tehát látható, hogy ezek az úgynevezett kollaterálisok, amelyek, amikor normális esetben nincsenek ilyen kinyílt kisegítő ereink. Ha viszont elzáródik az ér, hát ez a jó szituáció, kinyíltak ezek a kis segítő ereink, és ez a rossz szituáció, nem nyíltak ki az ereink, és gyakorlatilag nem tudnak segíteni, pusztul az agyállomány. Viszont akinek jó az érrendszere, ezek a kisegítő erek nagyon sokat tudnak kompenzálni. Tehát manapság leegyszerűsített kétfajta beteg van. Van, akinek megkímélt az érrendszerre 60-70-80 éves korában, és ennek következtében sokat tud segíteni az érrendszer, amikor elzáródás van. Ezeknél sokkal lassabban megy előre a károsodás, van, akinek sokkal gyorsabban. Tehát az, hogy valaki 2 óra múlva vagy 20 óra múlva sikeres trókkezelésben fog részesülni, azon saját maga is sokat tud dolgozni az élete első 40-50 évében. A strokeellátás csapatmunka, tehát hogy ma itt ki a strokeellátó, meg nem mi vagyunk a strokeellátók, hanem itt ez egy nagyon nagy team munka, ebben számtalan szakma az egyik, talán a leginterdisziplinárosabb szakma. Tehát láthatóképpen már a sürgősségre megérkezve gyakorlatilag ott a sürgősség is team, a neurológus, azonnali labordiagnosztikák, a betegek, ezek gyakorlatilag így néhány percen belül zajló vizsgálatok, itt egy gyors letesztelés, megállapítják tényleg stroke van, azonnali gyors laborparaméterek, főleg véralvadási paramétereknek a detektálása után a beteg percek belül megy a CT-be, erről majd mindjárt beszélek, hogy mi történik a CT-ben. A CT-ben perceken belül tulajdonképpen manapság már nekünk egy diagnosztikai rendelkezésünkre, hogy mi történt, mekkora a baj, és hát utána onnantól kezdve ennek a teamnek a tagjai tovább bővülnek, mert itt az addigi sürgősség is neurológushoz, a radiológushoz becsatlakoznak a katéteres orvosok, tulajdonképpen sokszor kardiológusok, és hát onnantól kezdve döntéshozatalnak kell születni, hogy mi történik. És hát manapság már egy ilyen teamnek nagyon érdekes tagjai is vannak itt a képalkotásban, ami nem egy humán tag, majd mindjárt elmondom, hogy miről beszélek. Pár évtizede tulajdonképpen a stroke diagnosztikának egy elég egyszerű radiológiai módszere volt, ez egy sima, ilyen kontrasztanyag nélküli CT volt, ugye a beteget bedugták a CT-be, és látható, hogy alapvetően azokat a kérdéseket kellett megválaszolni, hogy látványosan azonnal látszott egy agyvérzés,
ez a fehér nagy terület, ez egy vérzett terület, vagy az ideális az volt, amikor semmi nem látszott, mert az érelzáradás esetében bizony többnyire órák kellenek, amire megjelennek az első CTE változások, és hát akinél gyorsan ment előre a károsodás, sokszor pár óra múlva már itt elkezdett sötétedni a terület, és mutató, hogy nagy baj van. Tehát ez volt a CTE, hát ehhez képest a mai CTE-s diagnosztika az fényévekre előre ment, és hát sokkal több információt kell megválaszolni. Tehát ma másoknál nem egy natív CT, hanem minden 24 arányú belületeknek egy ilyen stroke protokollos képalkotása van, mindenki kontrasztanyagot kap, CT angiográfiát végzünk, és inkább képeken mutatom, mert szerintem sokkal látványosabb. Tehát tulajdonképpen a natív CT-n is lényegében csak így durván néztük meg, hogy van-e agyvérzés, vagy nincs agyvérzés. Kiderült, hogy a natív CT-n bizonyos agyi területek gondos megfigyelésével észre lehet venni, hogy már vannak olyan kis radiológiai változások, amik azt jelzik, hogy már ott már korán elkezdett valami károsodni, és ezeket néha nagyon nehéz szabad szemmel észrevenni, és sokszor egy fáradt radiológus az ügyeletben bizony, akitől perceken belül diagnosztikát várunk, néha nem mindig tudja ezt, és ezért olyan döntéstámogató segítő rendszerek vannak, hogy itt egy komputer, aki soha nem fárad el, pontosan tudja analizálni, hogy hol van abban, és látható, hogy kijelöli nekünk segítve a radiológus munkáját, hogy hol vannak a területek. Ez a CT érfestés, mint látható, azonnal ábrázolja az agyi érrendszer. Itt már sejthető, hogy itt valami nem stimmel, itt a bal oldalon, mintha itt lenne az elzáródás, és hát ezek után gyakorlatilag most ezek például mobiltelefonos képek, tehát ez a saját telefonomon látom azt, hogy éppen egy pillanatban mondjuk bent kezel a kollégám egy beteget, mi történik, látható, hogy itt már valami kezd kialakulni, itt vannak, gyakorlatilag megmutatja a komputer, hogy hol van az a terület, ami már nem túl ígéretes. Itt már sejtjük ugye, hogy itt lehet az érelzáródás, én sejtem, és megnyugszom ezek után, hogy a komputer azt mondja, hogy egész jól látom, hogy hol lett a baj, mert ő is ugyanott jelzi, hogy ott van az vérellátási probléma. És látható az, hogy ma azonnal képeket kapunk az érrendszerről, tulajdonképpen az aorta hívtől egészen a koponya tetőig pontosan látom az érrendszert. Itt például látjuk azt, hogy a betegnek a nyaki szinten semmi probléma nincs az erejével, tehát biztos nem ilyen valószínűleg érszükületes sztrókja van, hanem például a szívből jöhetett a vérrög, tehát sokszor már a stroke etiológiájára lehet következtetni, és hát mondhatni a csúcs, és ezt egyre gyakrabban kell használni, amikor azt kell megmondanunk, hogy tulajdonképpen adott pillanatban, 15-20 óra múlva van még megmenthető terület. Ilyenkor a kontrasztanyagnál matematikai módszerekkel meg lehet azt mondani, hogy a kontrasztanyag hogy fogott szétterjedni a bizonyos agyi területeken. Tehát látható itt a jobb oldalon, ezen a területen nagyon leegyszerűsítve matematikai módszerekkel kiszámolják, hogy ez a világos zöld terület, egy olyan 180 millis terület, ez nagyon rosszul van vérellátásnak kitéve. Nem túl ígéretes, ez ha nem lesz érmegnyitás, el fog pusztulni, de ezen a nem tudom milyen piros vagy rózsaszín területen egy 50 milli az már tönkrement. Tehát ez a beteg ebben a pillanatban a 180 milliből már 50 millit elvesztett. Ha nem csinálok semmit, az egész el fog veszni, de nagyjából a kétharmad még megmenthető. Tehát egy ilyen vizsgálattal azt lehet mondani, hogy ez a beteg még abszolút ígéretes kimenetre számíthat, hogyha egy sikeres beavatkozást csinálok, és hát mint mondtam, telefonon lehet ezeket a döntéseket segíteni. Amire szerintem nagyon büszkék lehetünk itt Pécsen, és itt ül Dóczi professzor, akinek alapvetően a fő érdeme tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik, hogy ez létrejött ez a hálózat, az, hogy a pécsi radiológia, az tulajdonképpen nem csak egy ilyen kis helyi izolált radiológia, és mi nem csak a saját sürgősségünkre beszállított betegeink esetét értékeljük, hanem mint látható, itt a dunántúli nagyobb városok, ezek ugye mind úgynevezett stroke centrumokkal, egy úgynevezett teleradiológiai hálózatos kapcsolatban vagyunk. Az azt jelenti, hogy például egy Zalaegerszegen készült CT felvétel azonnali jelleggel egy pécsi úgynevezett komputerre, szerverre landol, és ezen a szerveren keresztül az emlegetett mesterséges intelligenciát használva tulajdonképpen mi nem csak a saját radiológiai felvételeinket, hanem a más városokban készült CT-ket lehet értékelni. Tehát épp ezért, hogyha például a mi kollégáink egy zalaegerszegi kollégával konzultálnak, és arról beszélgetünk, hogy a zalaegerszegi betegnek egy mondjuk érmegnyitó kezelésre át kéne jönni Pécsre, akkor nem csak ilyen szubjektív dolgok vannak, hogy a zalaegerszegi kolléga ígéretesnek mondja a beteget, hanem mi objektíven tudjuk azt megmondani, hogy a betegnek valóban ide kell jönni. Úgyhogy az érmegnyitó kezelésekről annyit, hogy van egy, amit emlegettem, egy gyógyszeres vérmegnyitó kezelés. Ez sose fog valószínűleg kikerülni a gyakorlatból, mert azt tudni kell, hogy nem mondom, a katéter nem mindenre alkalmas. Tehát katéterrel azért csak bizonyos erekig lehet eljutni. Ennek a gyógyszernek az az előnye, ez most teljesen mindegy, hogy kicsi, nagy vagy közepes ér, mindenütt meg lehet próbálni a vérmegnyitást. Ezt nagy átlagban a legtöbb centrumban egy 4,5 órán belül rutinszerűen alkalmazzák, hogyha nincsen valami kizáró ok. Manapság már 9 óráig lehet. Hogyha gyakorlatilag a beteg egy 5-6
8 órás stroke-kal érkezik, az említett diagnosztikus technikával meg lehet azt mondani, hogy van-e még értelme például ilyen érmegnyitó kezelést alkalmazni. Nagyon sokszor ez kell, hiszen ha nincsen egy nagyobb érrelzárodás a betegnek, ez az egyetlen lehetőség, hogy esélyt adjunk, hogy javítsuk a vérkeringést. És hát gyakorlatilag évekig, évtizedekig a stroke egyik legnagyobb problématikája az volt, hogy amikor ezek az emlegetett nagyobb berek, tehát itt látható, hogy ezek a kritikus érrelzáros szakaszok, amikor ezeknek az elzáradása következett be, ami azért Magyarországon is az évi 5-6 ezer eset volt, ezek általában nagy bajt okoztak, mint látható főleg ennek a nagy agyféltekének az elzáradása következtében egy nagy kiterjedt károsodás jött létre. Ezek voltak a klasszikus súlyos tünetek, a nagyon látványos sztrókok, lebénult a beteg, nézte a gócát, nem tudott beszélni, és ha itt nem volt vérmegnyitó kezelés, akkor ezek a betegek sokszor még rehabilitációra se váltak alkalmasak, mentek a krónikus osztályokra, és sajnos ez volt a nagyon szomorú időszaka a stroke-nak. Tehát ez egy óriási probléma volt olyan szempontból, hogy mint látható, hogyha van egy vérrög, általában, hogyha ez a vérrög egy ilyen közel 1 cm, 8 mm-nél már nem nagyon van arra eső, hogy egy gyógyszer ezt meg tudjuk nyitni. És minél nagyobb az ér, nyilván annál nagyobb benne a vérrög, tehát alapvetően esélytelenek vagyunk, tehát látható, hogy itt attól függ, hogy hol van az elzáródás, gyógyszerrel van, ahol csak pár százalék van, ahol csak is 20, legjobb esetben csak így a 30%-os szinten tudunk gyógyszerre megnyitni. Tehát a gyógyszer az nagyon limitáltan tudott dolgozni, ezért kellett kitalálni olyan dolgokat, amik működtek az agyérekben. És a katéterezés a szívgyógyászatban ugye egy több évtizedes dolog, és sokan mondják, hogy ez miért váratott magára ez idáig. Hát azért, mert más erekről van szó, más jellegű katétereket kellett használni. A szívkatéterezésnél ugye, amikor az érszükület stabilizálása megtörténik, egy vizet stenttel, ilyen szétnyíló hálóval stabilizálják az érrendszert, és ott marad a stent. Az agyérekben nem olyan szerencsés stenteket hagyni, mert akiben egy ilyen érhálót hagynak ott, egy olyan gyógyszerelést kell kapni, ezeket a vérlemezkek átló gyógyszereket, amik azért agresszívek és bevérzést okozhatnak. Tehát, mint mondtam, a szívben nem fél a kardiológus a bevérzéstől, az agyérekben fél. Tehát magyarul a mi úgynevezett katéteres kollégáink olyan technikákat használnak, ezzel kezdeném, a legegyszerűbb az, amikor egy ilyen csúnyán szóval porszívózásos módszerrel kiszippantják tulajdonképpen az érből a vérrögöt. A másik dolog olyan katétert használnak, ami, mint látható, úgymond elkapja a vérrögöt és kihúzza. Tehát magyarul a hálóval együtt kijön a vérrög, és látod, nagyon csúnya vérrögöket lehet kihúzni, és nagyon sokszor a kettőt kombinálják. Nagyon sokszor nem egy, hanem több katéter is kell, hogy a tökéletes megnyitást el tudják végezni. Ez például itt a pécsi katéteres labor adatai, amit bemutatnák, hogy nyilván az a célja egy ilyen katéteres kollégának, hogy minél jobban kinyissa az eret, ami elzárodott, és ez ma azért egy jó rutinos katéteres centrumban 70-80, akár 90, tehát általában nagyon jó megnyitási arányal tudnak dolgozni. Épp ezért nem meglepő, hogy ezen nagyon súlyos agyi nagy érrelzáródásoknak többnél jó a kimenetele. Tehát például a pécsi eredmények gyakorlatilag azt mutatják, hogy ilyen súlyos sztrókoknál tulajdonképpen a tünetmentes beteg, hangsúlyoznám, tehát a beteg nincs tünete 3 hónap múlva, 40% és önállóan jól funkcionál, nem igényli a hozzátartozó segítségét, 60%. Tehát ezek óriási eredmények, mondom, korábban ezek a betegek alapvetően krónikus osztályokon feküdtek a stroke ellátás után. Tehát egy katéteres így ítéli meg a saját, nevezük úgy, munkáját. Ugye itt van a nagy baj, amikor itt minden el van zárva, egy ér kiesett, és ez a tökéletes, amikor kinyíltak az erek. Tehát ő, amikor átküldi hozzánk a beteget, mi látjuk azt, hogy ő milyen sikeres volt, mennyire tudta az ereket megnyitni. Nyilván van a 100% a legjobb, de tulajdonképpen eddig ezekben a ilyen durván ilyen 50% fölötti, de különösen ezek a 70-90%-os érmennyitások az igazán jó kezelések. Hát Pécsen egy picit akkor hadd mutassam az egyetemnek a működését, hogy hogy zajlik a stroke ellátás. Hát annyiban komplikáltan, hogy ugye nekünk van egy ilyen regionális feladatunk, tehát ez a vármegyei ellátás. Itt valaki sztrókot kap, ugye bekerül a sürgősségire, amit mondtam, hogy gyorsan lefolytatjuk a diagnosztikát, sürgősségi, azonnali CT, meglátjuk, mi a baj, hogy kell kezelni a beteget, gyógyszeres kezelés nálunk az osztályon megtörténik azonnal ott a 400 ágyoson, vagy ha egy katéteres kezelést igénylő beteg, akkor átmegy a Rét utcába az idegsebészet katéteres laborjába, és ott nyitják meg az eret, és vagy ott marad 24 óra egy beteg, vagy rögtön visszajön hozzánk. De a betegek durván 35-40%-a nem pécsi beteg, ezek ugye
nem mindenkit soroltam föl, de talán a leggyakoribb úgynevezett beszállító kórházok. Tehát ezekben a kórházokban nem tudnak katéteres technikákat csinálni, éppen ezért gyakorlatilag ezeket a betegeket át kell küldeni hozzánk. Tehát tulajdonképpen itt ezek a betegek, ha olyan az érrelzárodások átkerülnek, vagy mentő út, vagy, tehát légiúton, vagy pedig hagyományos úton a pécsi katéterlaborba, és itt történik meg az ellátásuk, tömér ezek után a 24 óra elteltével visszakerülnek majd az eredeti kórházba. De tulajdonképpen most ez az egész, nevezzük ez a pécsi laborunk, ami most egy ilyen nemzeti labor, tehát mi van a tevékenységünk azért kiérdemelte ezt, hogy tulajdonképpen ez, nevezzük úgy, egy színvonalas nevet is kapott, és ebbe a projektbe részt tud venni. Ezáltal, hogy amit emlegettem, egy csúcsmodern diagnosztikával, egy hálózatos centrumok közötti kommunikációval rendelkezik, és ezen kívül gyakorlatilag egy regisztert tudunk biztosítani, minden adatot tudunk a betegekről, tehát abban is extrák vagyunk, hogy általában ez egy mindig kritikus pontja a stroke ellátásnak, hogy nincsenek pontos adatok, és ezért nem tudjuk azt minősíteni, hogy mi hogyan láttuk el a beteget, és mennyire voltunk jók. Úgyhogy, és abban is talán speciális az ellátás, hogy nálunk is ott gyakorlatilag ugye ez a 400 ágyason van ez az úgynevezett trókőr, tulajdonképpen milyen kardiológusokkal, tehát olyan társzakmákkal vagyunk körülvéve, akik az ér különböző területein otthonosak. Tehát itt alapvetően ezeknél a betegeknél milliónya társ probléma. Éppen volt olyan beteg, hogy szívinfarktus kapott helybe, tehát ott sokszor a beteg ágynál szívultrangot kell csinálni, nagyon sokszor ott napokon belül meg kell operálni a nyaki érrendszerét, tehát tulajdonképpen egy rendkívül gyorsan napokon belül lepörgetett diagnosztikával többnyire nem csak ez az akut kezelés, hanem rögtön egy ilyen preventív kezelési technikák is zajlanak. Úgyhogy tulajdonképpen a stroke ellátás a 400-as telepen kívül ugye a belvárosban Rét utcai telephelyen zajlik, ahol tulajdonképpen a neurológia klinikának is van egy részlege, onnan tőlünk átkerülnek a betegek az akut fázist követően még további megfigyelésre. Az idegsebészeti klinika a DSA laborját már emlegettem, és ott is van egy intenzív osztály, ahol szintén napokat tölthetnek el a betegek, tehát ott az ellátás, és nem utolsó sorban emeljük ki, ennélkül a rehabilitáció nélkül, amit csinálunk az akut fázisban, lehet sikereket elérni, de ha ezt az akut fázis nem követi egy nagyon magas szintű rehabilitáció, akkor tulajdonképpen az akutan elért eredmények sokszor semmissé válnak. Tehát tulajdonképpen a rehabilitációnak óriási jelentősége van. Ma nagyjából ez a realitás, hogy tulajdonképpen, mint mondtam, nagyon sok esetben minden harmadik beteg annyira minimális tünete van a stroke után, hogy tulajdonképpen otthon lehet, haza lehet engedni, és sokszor egy házi beteg ápolás, torna, ilyesmi elegendő. Durván a 40-45% rehabilitációra fog kerülni, és utána pár hét múlva fog gyakorlatilag remélhetőleg már nagyon jó funkcionális állapotba hazakerülni, és hát sajnos még mindig vannak olyan betegek, ezek többnyire késő jöttek be, nem voltak alkalmasak az akut kezelésre, ahol nem tudunk rehabilitálni, és ez a krónikus osztály, és ez a tartós ápolás, tehát ezek a szomorú történetek. És akkor nagyon röviden, még egy picit kezdem túllépni az időt, de ez a megelőzési történet már nem annyira hosszú történet, mint az akut ellátás. A stroke, aki elszenvedett egy stroke-ot azért, és sikeresen kezeltük, és mondjuk hazament tünetmentesen, azért ne lélegezzen fel, mert ugye a betegek hajlamosak ezek után azt mondani, hogy hát nem is volt olyan veszélyes ez a történet. A statisztikailag ő potenciálisan egy jelölt arra, hogy ő neki a közeljövőben újabb stroke-ja fog lenni. Nagy átlagban úgy 5 éven belül minden harmadik beteg, ha nem lesz jó megelőző kezelés, a stroke-ot fog kapni. Különösen azok a betegek a rizikósak, akiknek, mint mondtam, egy ilyen nyaki érszükületük van, azok akár 2 éven belül minden harmadik stroke-ot kap, és ez az emlegetett szívritmuszavar, rapid farfibrilláció. Ez egy nagyon jó kezeltő ritmuszavar, ha megfelelően vérigítjük a beteget, tehát egy ilyen betegnek nem is nagyon lenne szabad stroke-ot kapni, ennek ellenére iszonyos sok beteg jön, mert sajnos orvoslag néha nagyon elügyetlenkedjük ezt a kezelést. Úgyhogy ahhoz, hogy valakinek az akut stroke-ja után egy megfelelő prevenciót tudjunk biztosítani, az annélkül nem lehet megoldani, hogy mi az ideális gyógyszer, hogy megmondjam azt, hogy mi a baj. Tehát nagyon leegyszerűsítve, az akut ellátás után lepörgetjük azokat a diagnosztikus lépéseket, hogy megállapítjuk, hogy mi volt a forrása a stroke-nak. Nagyjából látod, hogy azonos csoportokról van szó, tehát 20-30%-a az eseteknek ér probléma, nyaki erek, ritkában a koponyán erek, csúnya plakkok vannak. Ugye itt ezeknél, mint említettem, ez az érstabilizálás, tehát az élelmeszesedést eltüntetni nem tudjuk, és nyilván egy kisebb mértékű 50%-ot érszükletet nem fogunk műtétekkel pucolni, vagy szentek. Ezek gyógyszer nagyon jó karban lehet ezek tartani, hangsúlyozom, jó gyógyszerrel.
A szíveredetű dolgokat meg kell fejteni, tehát tudni kell azt, hogy valakinek szívritmuszavara, mert teljesen más gyógyszert fog kapni, vagy fiataloknál is olyan strukturális szívproblémák lesznek, lukas a szíve, és ezért gyakorlatilag embóliák mehetnek át, például a mélyvénás rendszerből az agyfelet. Ezeket meg kell fejteni. És ugye nagyon sok betegnél pedig ezek a kisereknek a tönkremenetele, itt meg általában az a probléma, hogy ezek a betegek hipertóniások, cukorbetegek, és hogyha csak úgy immelámmal kezelgetjük a cukrot, vérnyomás, és a betegek nincsenek célértéken, akkor ez a folyamat is megy előre. Úgyhogy ezen a dián tulajdonképpen a prevenciónak a fő szempontja az ott van, nagyon leegyszerűsítve betegeknek a két alapgyógyszere az, hogy egyébként antitrombotikus kezelést kap. A betegek olyan 50-60%-a vérlemezke gátló kezelést kap, ezeket jól ismerjük, az aspirin, klopidogrel, ezek ugye elég sláger gyógyszerek, nagyon leegyszerűsítve ezek az ér problémákra. Tehát akinek a nagyobb erei, különösen a nagyobb erei, de a kisebb erei betegek, azoknak ilyen gyógyszert kell szedni életfogytéglan, mint hangsúlyoznám. Azok viszont, akiknél, mint beszéltünk, ritmuszavarok, vagy szívben levő műbillentyűk, alapvetően vérgöket hoznak létre a szívben, ezek a gyógyszerek nem sokat érnek, antikoagulálni kell, vérhíjítani kell. Ugye a régi közismert klasszikus vérhígítók, ezek a szinkumár és társai, ezek már azért reméljük a múlté, tehát manapság mi már ilyeneket nem használunk, és az nem is sikeres, hogyha egy orvos 2024-ben ilyeneket használ. A pitfall fibrillációban modern vérhígítók vannak, ezek az új típusú vérhígítók, tehát hangsúlyozom, valaki, ha ilyeneket korrektül szed, akkor elég minimális az esélye, hogy a pitfall fibrilláló betegnek mondjuk sztrókja lesz, tehát jól kell vérhígítani. És ez nem elég, hogy valaki szedi ezeket az alapgyógyszereket, ezt követően jönnek a rizikófaktorok, tehát hogyha a betegnek a vérnyomása nem tökéletes, vagy a cukorbetegsége nem tökéletes, és hangsúlyoznám, ezeket a betegeket rendszeresen ellenőrzik, hogy milyen az átlag cukorérték, ez a hemoglobin A1C értéke, és manapság hangsúlyoznám, nagyon modern cukorgyógyszerek vannak, tehát nem mindegy az, hogy valaki, nagyon sok beteg inzulinnal él, holott sokkal modernebb gyógyszerekkel ki lehet már váltani ezeket a kezeléseket, tehát olyan a cukorgyógyászatban is olyan gyógyszerek jelentek meg, amelyek érvédő gyógyszerek, tehát magyarul ugyanez, hogy például valakinek magas a koleszterinje, nem csak statinok koleszterin csökkentők vannak, hanem nagyon modern koleszterin csökkentők, tehát nagyon fontos az, hogy minőségi gyógyszerekkel legyenek a rizikófaktorok kezelve, és hát vannak olyan szituációk, amikor akkora baj van a nyaki ereken, tehát többnyire már egy ilyen 70%-os érszűkületnél azt mondjuk a betegnek, hogy a legjobb gyógyszerrel is nem tudjuk garantálni azt, hogy nekik évekig stabilan tudjuk tartani ezt a folyamatot, és nem fog mondjuk egy embóliát kapni, és ilyenkor rekonstrukciós kezelést kell végezni. Ez azt jelenti, hogy vagy hagyományos ilyen nyitott műtéttel lesz kipucolva a nyaki érrendszer, vagy a másik szituáció szintén ilyen katéteres technikával lefedésre került az érrendszer. Úgyhogy ez a másodlagos prevenció az is akkor működik, ha jó a gyógyszerelésem, azért nyilván én vagyok felelős, de lényegében itt is a beteg. Tehát a beteg, ha nem partner az én kezelésembe, akkor ez egy nem túl sikeres történet. Tehát a betegnek pontosan szedni kell a gyógyszert, menedzselni kell magát, jár a vizsgálatokra, ő méri a paramétereit, cukorvérnyomás, pulzus, stb., és csináltatja a laborjait, és jön vissza, és fél évente bemutatja, hogy minden rendben van. Tehát elvileg az ideális az, amikor egy beteg a unalmas történetek, a kontroll kapcsán mindig azt mondjuk, hogy minden tökéletes, és semmi gond. Ha mindig probléma van, ott biztos, hogy gond van. Tehát látható, hogy a kontroll kapcsán minden, a vérnyomás, a veszélyes koleszterin, a cukortörténetnek tökéletesnek kell lenni, akkor nincs gond, és természetesen ezeket a betegeket ilyen ellenőrző vizsgálatokkal követjük, nézzük a nyaki érelmeszesedésük, ultrahanggal, romlik, nem romlik, szívvel kapcsolatos vizsgálatokat, ritmuszavart nézegetünk, szívultrahangokat nézegetünk, úgyhogy egy jól lehet menedzselni egy beteget. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy azért egy-két hasznos információt át tudtam adni. Köszönöm szépen.